Nagyon nagy szeretettel és nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Nagyon jó újra látni az arcokat, bár a online istentisztelet részleveit nem látom, de őket is nagyon nagy örömmel köszöntöm, és különösen a kedves vendégeinket is, akik itt vannak. A mai alkalommal egy kérdésről kezdünk el gondolkodni, egy olyan kérdésről, amit Isten tesz föl. Istennek minden mondata, minden szava nagyon fontos. Maga a teremtés is szóval történt. De amikor Isten kérdez valamit, arra különösen oda kell figyelnünk. A kérdés maga úgy hangzik el, hogy a három isteni személy együttesen teszi föl, és nagyon különös a kérdés. Különösen Isten szájából nagyon különös. Keressük meg Ézsaiás könyve 6. fejezetét, és a 8. verset olvassuk el közösen. Tehát Ézsaiás könyve 6. fejezet, 8. verse. Ézsaiás prófétának a látomásából idézem ezt a részt. És hallám az Úrnak szavát, aki ezt mondta, kit küldjek el, ki megy el nékünk? Én pedig mondták, hogy imhol vagyok én, küldj el engem. Most csak addig gondoljuk végig, hogy kit küldjek el, ki megy el nékünk. Különös kérdés, nem? Isten azt mondja, hogy ki az, akit elküldhetek? Ki az, aki engedelmeskedni fog? Azért megrázó ez a kérdés, hiszen Isten a teremtő, Isten az alkotó. Minden, az egész világegyetem engedelmeskedik neki. A bolygók járják a maguk pályáját, a csillagok is. És a tenger is, az óceán is a megszabott határig jut el. Ugye kivéve, amikor az ember teszi tönkre a klímát, de csak zárójelbe tettem hozzá. Isten törvényekkel szabályozza, törvényekkel kormányozza a világ mindenséget, és minden élő, teremtett dolog engedelmeskedik neki. És akkor olyan megrázó és megdöbbentő, hogy Isten föltesz egy kérdést, hogy és az ember, akit mindennek urává akar tenni, vajon az Istennek hajlandó engedelmeskedni? Vajon elküldhető? Vajon elmegy és teszi azt, amit Isten mond? Ki megy el nekünk? Ugye így mondja, hogy nekünk. Ahogy mondja, hogy teremtsünk embert a mi képünkre, tehát az isteni személyek itt, mint egy közös tanácskozásába enged bepillantani, egy pillanatra a Biblia, és elhúzza a függönyt, és ahogy fölteszik a kérdést, hogy de vajon akar valaki a mi munkatársunk lenni? Szeretne velünk együtt dolgozni? Hiszen Isten, a teremtő Isten, az mindent karbantartó és fenntartó Isten az embertől tette függővé, hogy akar-e az ő munkatársa lenni, hogy akar-e vele együtt dolgozni? Isten nem csak egy lelkes választ vál, mint ahogy Péter mondta annak idején, hogy tömlőzbe és halálba is megyek veled. Isten azt várja, hogy ott a szívünkbe, a gondolataink legmélyén hozunk egy olyan eltökélt döntést, aminek nyomán valóban el akarunk vele menni, és vele akarunk dolgozni. Tulajdonképpen egy változásnak kell végbe menni mindannyiunknak a szívébe. Egy olyan változásnak, aminek nyomán mi valóban Isten követővé és Isten követeivé válunk. Követségben járunk Istenért. Amikor Jézus elhívta a tanítványait, amikor itt volt a földön, lejött közénk, akkor mondta a tanítványoknak, az első tanítványoknak, köztük Andrásnak és Péternek, hogy jöjjetek, kövessetek engem, és emberhalászokká teszlek titeket. De akkor még nem voltak emberhalászok. Még csak Isten megígérte nekik, hogy azzá teszi őket. És ha egy picit előbbre megyünk a történetben, akkor egy nagyon különös, tanulságos történetet olvashatunk el Lukács evangéliumába. A tanítványok egész éjjel halásztak. Egy kicsit visszatértek a szokott dolgokhoz, amiben úgy érezték, hogy ők olyan jártasak, szakmabeliek, jól tudják tenni, de aznap éjszaka semmit nem fogtak. És nagyon elcsüggedve, megdöbbenve fejezték be azt az éjszakai műszakot, amikor Jézus megjelent, és az ő csónakjukból, az ő hajójukból tanított. És aztán mindenki szeme láttára, hiszen tömegek voltak mindig Jézust hallgatni, azt mondta, hogy na evezzenek beljebb. És a napfényben, ahol köztudomásul, hogy nem lehet egyáltalán a halat fogni, mert a hálót meglátják, hogy átcsillan a vizen a napfény, és a mélyben meg pláne nem, na most vessétek ki a hálót. És akkor azt mondja Péter, hogy hát neked engedelmeskedünk, Urunk. Csak neked, mert ilyet egy szakmabeli nem tesz.
és utána ismerve a történetet tudjuk, hogy halak garmadáját úgy emelték ki a háló, úgyhogy alig tudták többen kiemelni, úgy majdnem szakadozott a háló. És akkor Péter, aki nagyon jó halásznak tartotta magát, egyszer csak fölfogta, hogy ki van velük. Nem csak úgy ésszel, értelemmel, hanem úgy teljes lényével fölfogta. És azt mondta, hogy leborult Jézus előtt ott a hajóban, mindenki szeme láttára, se érdekelte, hogy mit mondanak a többiek. Ott akkor nem érdekelte, hogy Uram, eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Mi történhetett vele? Mi volt az a változás, ami létrejött? Valamit meglátott. Valami felcsillant előtte. És ahogy felcsillant előtte, meglátta önmagát. És ahogy meglátta önmagát, ugyan leborult, és mondta, hogy menj el, de szinte látható és elképzelhető, hogy kapaszkodott Jézus lábába. Bűnös ember vagyok. Amikor valaki ezt teljesen átéli, megérti, fölfogja, és ez csak Isten jelenlétében lehet, amikor őt meglátjuk, akkor onnantól kezdve alkalmassá válik a szolgálatra. Jézus azt mondta, hogy mostantól fogva emberhalászát teszlek. Mostantól fogva embereket fogsz halászni. Ezután már alkalmas vagy erre a feladatra. És ugyanezt élt át több évszázaddal előtte egy fiatal ember is, akit Isten prófétának hívott el, egy nagyon-nagyon nehéz időszakban. Egy királyi családból származó ember volt, Ézsaiás a neve. Ugye tudjuk, hogy milyen hatalmas könyv van, 66 fejezettel a ószövetségi részben. És amikor Isten elhívta a prófétának, teljesen megijedt és megrendült a feladat súlyától. Hát ez egy lehetetlen küldetés. Hogy lehet Úziás korában, amikor romlott a vezetőség, romlottak az emberek, amikor senki nem hallgat Isten igére, senki nem törődik vele, akkor ő neki prófétának lenni, és megmondani az embereknek, hogy betegek vagytok, bűnbetegek vagytok? Szinte megrettent a feladattól. És akkor Isten adott neki egy látomást. Egy olyan látomást, hogy belepillanthatott a mennybe. Láthatta Istent egy hatalmas trónszéken ülni, a palástja betöltötte az egész mennyet, és az angyalok kiáltották, hogy szent az seregeknek ura, és akkor ő is meglátta Istent. Nem csak a palástját, nem csak a hatalmát, nem csak azt, hogy hogy imádják őt a mennyben, van valami sokkal többet. Meglátta Isten jellemének a szépségét. Észrevette, hogy ő milyen rút, azt mondja, jaj, nékem elvesztem. Akkor fogta föl igazán, de úgy teljes mértékében fölfogta, hogy ő egy megromlott nép között él, és hogy ő maga is bizony meg van romolva, hogy ő is egy ugyanolyan bűnös ember, mint a többiek. És ez a választott nép soraiban volt. És akkor mondta, jaj, nékem elvesztem, mert a seregek urát látták az én szemeim. Vajon mi történt Péterben? Mi történt Ézsaiásban? Vagy mi történt a damaszkuszi úton Pálban, Saulusban, ugye a későbbi Pálapostolban? Mi történt bennünk, akik átadtuk életünket Istennek, és azt mondtuk, hogy igen, küldj el minket, Urunk. Vajon mi az, ami változás jött létre? És mi az, amiben ebben a változásban hogyan kell megmaradnunk? Ellen White a következőket írja a Proféták és királyokban az Imhol Istenetek című fejezetben. Azt mondja, amikor a próféta, vagyis Ézsaiás, ugye ne felejtsük, ekkor még fiatal ember volt, meglátta Istenét, nem csak a saját méltatlan voltáról kapott képet. És most figyeljünk, alázatos szívében az a bizonyosság ébredt, hogy Isten megbocsátott neki teljesen és ingyen. Hogy ő ugye bűnös ember, de Isten megbocsátott neki. És nem kér cserébe semmit, mert szereti. És így folytatja, megváltozott emberként kelt föl. Mi volt az, ami az a megbocsátás öröme is, de mi volt még, amit észrevett? Mi volt az, ami megváltoztatta őt? És mi az, aminek nyomán ember halásszá lehet valaki? Prófétává, vagy prófétai nép tagjává lehet valaki? Idézem. Megpillantott egy fénysugarat Isten jellemének szépségéből. Amikor egyszer csak meglátjuk, hogy milyen Isten. Úgy valóságosan meglátjuk Istent. Azt mondja, bizonyosságot szerzett arról az átalakulásra, amely a végtelen szeretet szemlélése nyomán megy végbe. Amikor az ember látja Istent, nem csak hall róla, nem csak imádkozik hozzá, hanem egyszer csak megérint Isten valósága. Azt mondja, az ember akkor
megragad egy fénysugarat, egy pillanatot, egy, így is mondhatjuk, beleég a szívébe, hogy, hogy Isten jó, hogy Isten valóban igazságos, és hogy Isten követni mindenképpen kell. És amikor ez megtörténik, azt mondja, az így írja tovább Ellen White, hogy ettől kezdve sóvárogva vágyta, hogy a tévejgő Izraelt a bűn terhétől és büntetésétől megszabadultan lássa. Úgy elgondolkoztam, hogy vajon van-e bennünk ilyen vágy, hogy a körülöttünk levő embereket a sok gondtól, tehertől szeretnénk, hogy megszabaduljanak, mert látjuk a fájdalmukat, a szenvedésüket, lehet, hogy meg is kérnek minket imádságra. De azt mondja, hogy a bűn terhétől és büntetésétől akarjuk, hogy megszabaduljanak az emberek. Azt mondja, itt ekkor egy megváltozott ember kelt föl. Ugyanezt történt Péterrel is, bár tudjuk, hogy nem véglegesen, hiszen neki még idővel meg kellett térnie. Itt még kimondta azt, hogy még nem volt olyan önismerete, azt hitte, hogy ő bármit megtesz Jézusért, hogy ő a lehetetlen küldetést is vállalja. Ha kell, akkor börtönt, és ha kell, akkor a halálba is megy Jézussal, de aztán nagyon csalódott magában. Ő volt az első, aki elfutott a tanítványoknak az élén. Tehát egy változásnak kell végbe menni az emberek szívében, a mi szívünkben is. Amikor Isten követőjévé és igazi követségében járó emberré válunk, szolgáló emberré válunk. Akkor, amikor Jézus elhívta a tanítványokat, még nem voltak erre alkalmasak. De amikor felvillant ez a különleges fény, az a szépség, és én azt hiszem, hogy mindegyikünknek van ilyen tapasztalata. Mindegyikünk már rácsodálkozott Istennek a szépségére, jellemének a tisztaságára. Amikor ez megtörténik, akkor az emberben egy olyan erős vágy alakul ki, egyrészt, hogy olyan szeretlen lenni, mint ő, de abban a pillanatban már vágyódik is azt tenni, amit Isten tesz. Milyen lehetetlen küldetésben volt része Ézsaiásnak. Ugye beszéltünk arról, hogy Úziás korában. És amikor Isten föltette a kérdést, innen az idézet, hogy kit küldjünk el? Nem azt kérdezte, hogy elküldhetlek téged, Ézsaiást, amikor fölállt, hanem fölhangzik a kérdés, hogy kit küldjünk el, ki megy el nékünk, ki az, aki engedelmeskedik. Olyan önként és olyan tiszta szívből válaszolt, hogy itt vagyok, én vagyok, küldj el engem. Ugyanezt történt ugye Pálban is a damaszkuszi úton. A Proféták és királyokban az Imhol istenetek című részben olvashattuk ezt a különleges mondatot, és szeretném, hogyha ez meg is maradna, hogy Isten akkor tudjuk őszintén követni, amikor megpillantunk egy fénysugarat az ő jellemének a szépségéből. Ez pedig egy találkozás nyomán jön létre. És akkor az ember alázatossá válik. Akkor természetessé válik, hogy én ilyen picike vagyok, és Isten ilyen hatalmas. Vajon nekünk is ad Isten látomást? Vagy szól hozzánk? Van, akinek adatik, van, akinek nem. De valami mindegyikünknek adatik. Valamelyik mindegyikünknek a lehetőségére van. Ugyanilyen hatást ér el bennünk Isten, amikor az igét imádkozva megnyitjuk, és az igén keresztül megszólít bennünket. Ugyanezt élhetjük át. Ugyanezt a hatalmas örömet, és ez amikor az embernek úgy gerjedezik a szíve, és úgy lelkessé válik, és teli van örömmel, talán a könnyek is megjelennek a szembe, hogy Isten megszólította őt. Ugye a szombatiskolából arról beszéltünk, hogy az igazi misszionáriusok, akik a küldetésben igazán helyesen teljesítik a feladataikat, azok elérik azt, hogy azt mondják azok az emberek, akik előtte nem ismerték Istent, hogy élő istenetek van. És amikor minket így Isten megszólít az igén keresztül, akkor mi bennünk is megerősödik, hogy igen, nekünk élő istenünk van. Szintén a Proféták és királyok című könyvben, a Profita iskolák című fejezetben egy nagyon fontos rész van, és ezt szeretném, hogy ezt magunkkal vigyük haza. Azt mondja, hogy az értelem törvénye, hogy fokozatosan ahhoz a tárgyhoz alkalmazkodik, amelynél hosszabb ideig időzik. Csináljunk egy vizsgálatot otthon, akár persze is le lehet mérni, min időzöm a leghosszabban. Ugye ne felejtsük el, hogy a munkánkba bele lehet szőni Isten. Tehát nem mondjuk azt, hogy hát uram, hát nekem 8-10 órát van, aki 12-t kell naponta dolgozni, és örülök, hogy beesek az ágyba aludni.
hanem hogy kivel dolgozom együtt, kivel teszem mindezt, mert akkor Istennél időzöm. Tehát nézzük meg, hogy hol időzünk a legtöbbet, és meg tudjuk-e abba a feladatkörbe, abba a foglalatosságba hívni Istent is. És aztán így írja, hogyha ugye csupán nagyon ilyen hétköznapi dolgokon gondolkodunk állandóan, akkor elsatnyulnak a képességeink, és nem tudunk fejlődni. Tehát még a fejlődés is meggátoljuk. És azt mondja, hogy egy idő után annyira elveszítjük ezt a képességünket, hogy már nem tudunk megbirkózni nagy feladatoknak a megoldásával, pedig nekünk mindannyiannak feladat megoldónak kéne lenni. Azt mondja, hogy az Isten igéjében alázatos kutatás közben, ezt figyeljétek ezt a mondatot, tehát amikor én nem úgy olvasom, hogy ó, hát de ismerem ezt a történetet, már ezt már számtalanszor hallottam, de hát elolvasom, mert egy jó adventista, egy jó keresztény az olvassa a Bibliát nap, mint nap. Hanem keresem, hogy mi az, amit mond nekem, mi az, amit még nem vettem észre. Mint amikor valami gyönyörű tárgy van a kezünkben, és elkezdjük forgatni, és minden oldalról megnézni a formáját. Elkezdjük az igét igazán élvezettel olvasni. És azt mondja, hogy ami az Isten igében alázatos kutatás közben kapcsolatba kerül az ember a magasságossal. Az ilyen tanulmány nem csak finomítja, nemesbíti a jellemet, hanem elmélyíti, megerősíti a szellemi képességet is. Így is mondhatjuk, hogy ez a legjobb olyan lehetőségünk, hogy okosabbá, értelmesebbé, bölcsebbé, és hozzá kell tenni, tisztábbaká váljunk. Tehát a Biblia olvasás, imádságos olvasása közben, amikor vágyak alakulnak ki bennünk, amikor döntéseket hozunk létre, azt mondja, tulajdonképpen ilyenkor azt jelenti, hogy mi is meglátunk az Isten szépségéből egy fénysugarat. Mi tehát az a két lépcsőfok, aminek nyomán követekké tudunk válni emberhalászokká? Az első ugye, hogy változás a szívben, átadom az életemet Istennek napról napra, ugye hétről hétre, tehát nem csak egyszer, amikor eldöntöm, hogy ezen az úton akarok járni, és a találkozás újra és újra megtörténik az életemben. És akkor vágy alakul ki bennem, hogy szolgáljam a mindenhatót. A lehetetlen küldetése is, mert ugye amikor az ember így kinéz, és azt látja, hogy siető emberek, vagy üres az utca most éppen, hát akkor kinek mondjam el, vagy kivel beszéljek, vagy kinek van lehetőségem. De ne aggódjunk, mert Isten tervezi meg ezeket az időzélbe vett lehetetlennek tűnő küldetéseket. Isten csak azt kéri, hogy szolga legyek, és engedelmeskedjek neki. És ő majd megmondja, hogy hova menjek, és mikor menjek oda. Ha az Isten terve szerint teszünk mindent, akkor egyszer csak azt látjuk, hogy a lehetetlennek tűnő küldetésnél ajtók nyílnak meg, falak omlanak le, és lehetőség van arra, hogy az ember valóban örömöt, eredményt, sikerességet éljen át. De a dicsőséget nem magának, hanem érthető módon Istennek tulajdonítja. Úgyha nem tudom, gondolkoztatok azon, hogy Mózesnek mikor volt jobb. Amikor megkapta a pásztorbot helyett a hatalom pálcáját, ugye megnyitotta vele a Vöröstengert, ugye Isten kegyelméből, vagy megtehetett sok mindent evel a hatalom pálcájával, akkor volt boldogabb, vagy amikor pásztor volt a juhok között. Azt írja Ellen White, hogy akinek látomás adatott erről, hogy bizony akkor volt boldogabb, amikor egyszerű pásztor volt. Nagyon sok jó volt, ott is voltak okvetetlenkedők, meg izgágák, meg eltévejedők, de mégis sokkal könnyebb volt. Azt mondja, boldogabb volt és egyszerűbb volt az élete. És amikor bekerült ugye majdnem Budapest lakossága, körülbelül minimum a Budapest lakosságát vezető, hatalmas vezetővé vált ő, és a lázadók között ott lenni, ott volt a pálca, és ő mindig mit tett? Lefeküdt, letérdelt, Isten előtt leborult, és imádkozott. Ez volt nála a hatalomnak a gyakorlása. De nem mert választani a két életforma között. Nem mondta azt, hogy Uram, én inkább visszamegyek pásztornak. Ha te odaadtad nekem ezt a küldetést, ami ennyi fájdalommal, szenvedéssel, megaláztatással jár, ugye gondoljuk egyszer majdnem ilyen kis köveszték, akkor addig nem tette le, amíg Isten fel nem mentette a szolgálat alól. Lehetetlennek tűnt a küldetése, és tudjuk ma már visszatekintve, hogy beteljesítette. Volt neki is hibája. Volt, hogy elkövetett valamit, aminek nyomán
Nem láthatta meg, csak messziről Kánaánt. De mégis azt mondhatjuk, hogy ez az ember ilyen hosszú időn keresztül, ilyen lázadó emberek között Isten szolgája volt. Méghozzá nagyon komoly szolgája. Önkéntesség van azonban mindvégig. Amikor küldetést kapunk, önként kell eldönteni, hogy folytatjuk, vagy abba hagyjuk. Mózes végigcsinálta. Hibával, de végigcsinálta. Vajon mi a küldetésünket vállaljuk-e? Mert nem mindig mi választjuk. Hát ki akart, ugye beszéltünk a fogoly, hogy fogoly misszionárusok voltak. Nem mindenki vágyódik ilyen szolgálatra. De Isten személyenként megszabja a feladatunkat. És azt mondja, ezt a küldetést az Isten kezéből kell vennünk, és végig kell tennünk. Önkéntesség van mindvégig. Vajon teljesítünk, kitartunk-e mindvégig, vagy pedig félreállunk, feladjuk, elmegyünk, így is mondhatjuk. A pusztai sátor templomnak az építésénél voltak nagyon-nagyon tehetséges emberek. Azt a küldetést kapták Istentől, hogy építsék föl a sátortemplomot, és mutassák meg a jelen ott levőknek is, meg hát a körülöttük élő pogány népeknek, hogy milyen az Isten szolgálata. Mit jel, ugye maga a szentély szolgálata, minden eleme, minden tárgya, maga a templom is, a sátortemplom is Isten szemléltette. A lehető legszentebb feladatuk volt, hogy ezt elkészítsék. És olyan megdöbbentőnek lehet olvasni, hogy ugye ezek a munkások tulajdonképpen a nagyon tehetséges, szintén ilyen építő és művész embereknek voltak a leszármazottai. Júda és Dán törzséhez tartoztak. És azt mondja, hogy egy ideig írja Ellen White, ugyancsak a Proféták és Királyok című könyvben, egy ideig még alázatosak és önzetlenek maradtak. Tehát nem a pénzért tették, bár kaptak ezért fizetséget, de mégis szívből, azért, mert élvezték és átélték, hogy Isten milyen hatalmas feladatra bízta meg őket. Mert látták, hogy amit tesznek, mekkora csoda, és mennyire lényeges. De azt mondja, de lassanként, tehát a küldetésnek a vágya és öröme egyszer csak kezdett szerte foszlani. Miért? Azt mondja, lassanként szinte észrevétlenül elengedték Isten kezét, és ezzel együtt kihalt belőlük az Istennek való önzetlen szolgálat vágya. Mikor lehet elengedni Isten kezét? Vagy hogyan tudjuk elengedni? És akkor ezzel együtt a vágy is kihal. Ugye, amikor nincs meg a kapcsolat, amikor újból és újból nem kapok az Istennel való találkozás nyomán egy-egy fénysugarat Isten jellemének gyönyörűségéből, Isten jóságából. Azt mondja, mivel nagyon művész igényű munkát tudtak tenni, ezért magasabb bért akartak. Úgy gondolták, hogy úgy, ahogy a világ. Úgy, ahogy a körötte levő népek. És volt, amikor teljesítették a kérésüket, és volt, amikor nem. És akkor inkább elmentek pogányoknak építeni akár templomokat is a saját bárvány istentiszteleti helyükre, mint hogy itt tovább folytassák a munkát. A kapzsiság szelleme volt az, ami miatt elengedték Isten kezét. És úgy végig kell gondolnunk, hogy vajon, ha nem keressük minden nap alázatosan az írásokban, Istennek az igéjében, hogy issa meg előttünk az ajtaját, és hogy kapjunk ma is egy fénysugarat Istentől, hogy vajon mi az, ami helyettesít. Mert nekünk akkor az lehet, hogy nem a kapzsiság, valami más időtöltés. Gondoljuk ezt végig. Azt írja ezekről a munkásokról, hogy önző kívánságaikat kielégíthessék, Istentől kapott szaktudásukat pogány királyok szolgálatába állították, és azt mondja, hogy szégyent hoztak a teremtőjükre. Ha jó lenne, ha minket így az utolsó kornak a nemzedékét Isten úgy tekinteni, hogy nem szégyent, hanem dicsőséget hozunk az ő művének, az ő szolgálatának. Tehát az alázat legmélyén tudunk önkéntesek maradni. Ott tudunk Istennel kapcsolatban lenni. És ott van az a pillanat, amikor szívesen mondjuk azt, hogy hát én szolgálok téged, és szívesen szolgálom az embereket is. Szívesen megyek, és keresem, hogy ma kihez kell oda mennem. Nem biztos, hogy prédikálni kell, nem biztos, hogy tanítani kell, lehet, hogy vagy igét mondani, lehet, hogy csak segíteni. Idézelben mondom, hogy csak segíteni. Isten a szolgálat és a segítség Istene. És amikor így tesszük, az alázat legmélyén maradunk, mint ahogy Salamon is tette a legelején, amikor még nem fuvalkodott föl az ő szívébe, és nem hajtották el asszonyok a szívét, ahogy a Biblia érdekesen kifejezi,
akkor azt mondta, hogy ő kicsi gyerek, nem tud kimenni meg bejönni. Hát még a, nem is tudom, hány éves gyerek az, aki nem tud kijönni benne, aki nem tudja még a kilincset lenyomni, igaz? Az nem tud kijönni, bemenni. Ő pontosan tudta magáról, hogy rossz emberismerő. Nem tudom, az önismeretünknek a táblájára mit tudunk felírni, hogy én miben vagyok gyenge. Nem árt, hogyha tudjuk, hogy ez a talentumom, ebben jó képességeim vagyok, ebben olyan gyenge vagyok, ez nem megy. Ebbe fejlődnöm kell. Ő tudta, hogy rossz emberismerő. És sajnos pont ezen a területen, amit kezdetben jól látott, később elbukott. Amikor az alázat helyét átveszi valami, akár valami tárgynak, vagy embernek a imádatának a szeretete, az egészségtelen önbizalom kerül a helyébe, akkor van az, hogy az ember leveszi a szemét, és elsatnyul a látása. Jeremiás könyvében olvashatjuk, hogy nagyon-nagyon vigyáznunk kell arra, hogy soha, de soha ne jussunk olyan helyzetbe, hogy egyszer csak magunknak adjuk a dicsőséget. Mint Nabukodonozor király. Hogy hát én építettem, én csináltam ezt az én erőmmel, és az én tudásommal, és az én jó vezetői képességemmel. Jeremiás könyve 9. rész 23. versében így hangzik. És nem kell ezt úgy gondolni, hogy ez olyan nagyon nehéz ilyet megtenni. Az egész világ azt sugallja, hogy ez jár neked, te alkalmas vagy erre. Tehát erősíti, építi, idézőjelben mondva az egészségtelen önbizalmat. De Jeremiás könyve 9. rész 23. verse ezzel szemben ezt mondja. Ezt mondja az Úr, ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével, az erős se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságával, hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekedik, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok-e földön. Mert ezekben telik a kedvem, azt mondja az Úr. Igen, én kegyelemre szorulok. És mindazok, akik itt körülöttem élnek, kegyelemre szorulnak. Nem vagyok több, se jobb. És amíg az ember ebben tisztában van, és nem úszik el a feladatok tömkelegébe, és nem felejti el, hogy ma is kell egy fénysugár, legalább egy fénysugár az Úrtól, akkor az ember egészen biztos, hogy Isten dicsőségét magasba tartja. És akkor az első angyal üzenetét el is tudjuk mondani, akár cselekedetekkel, akár pedig szóval. Amikor megpillantunk Isten jellemének szépségéből újra és újra egy fénysugarat, akkor azt jelenti, hogy folytatjuk a küldetésünket. Ott, ahol vagyunk. Ha lehet, hogy nem annyira szimpatikus. Dániel is, amikor az oroszlánok vermébe kellett menni, egy nagyon nagy küldetést teljesített. Egy pogány királyt megerősített a hitben. Sőt, egy egész birodalom hallotta ennek a, így is mondhatjuk, már volt pogány királynak az üzenetét, hogy a Dániel Isten az igazi élő Isten. És hogy tessék a mennyistenét, a Dániel Istenét követni. Tehát lehet nagyon kellemetlennek tűnő küldetés. Lehetetlennek tűnő küldetés. De egyet ne felejtsük el. Ha mi átadtuk az életünket Istennek, és ma is átadom, és holnap is, akkor Isten meg fogja oldani, mert nála nincs lehetetlen, csak nálam. Istenre támaszkodva a félelem elszáll. Az ember megnyugszik, hogy úgy lesz, ahogy Isten jónak tartja. És amikor az ember Istenre támaszkodik, akkor egy békesség, egy nyugalom, egy öröm szállja meg, akkor érdemes ezen az úton végigmenni. Akkor valóban nem csak keresztényeknek mondjuk magunkat, hanem Krisztushoz hasonlók vagyunk, ugye keresztény azt jelenti. Tehát szeretnél-e Isten munkatársa lenni? Szeretnéd-e naponta azt mondani, hogy itt vagyok, küldj el engem? Lehetetlennek tűnik, amiben vagyok ma a küldetésem, de Uram, majd te megoldod. Majd haladunk előre, lépésről lépésre. Ha igen a válaszod, akkor neked is szól az ígéret, és ezt most szóról szóra felolvasom. Ez egy gyönyörű ígéret. Isten elhatározta, hogy mindenkinek, aki engedelmeskedik akaratának, az ő örömét, békéjét és megőrző erejét adja. Az ilyen embereket, vagyis minket, igaz? Mert mi ezt tesszük, tehát akkor minket. Az ilyen embereket folyamatosan közelebb vonja magához,
Nem csak akkor, amikor térdükön imádkoznak, hanem akkor is, amikor a mindennapi feladataikat végzik. És mostan nekem ez a kedvenc mondatom. Helyet készített nekik önmagánál, ahol tehát még nem majd, amikor fölmegyünk a mennybe, és ott elkészíti nekünk a házainkat, a Jeruzsálemben a lakóhelyünket, azt mondja most. Azt mondja, helyet készített nekik önmagánál, ahol az élet megtisztul minden gorombaságtól és minden szeretetlenségtől. Ezáltal a szoros kapcsolat által az ő munkatársaivá válnak teljes életükbe. Én ezt kívánom mindegyikünknek, magamnak is, hogy ez a hogy közelebb, Istenhez mindig közelebb, és hogyha gorombák velünk, mert miért ne lennének gorombák, és ha tiszteletlenek, és hogyha szeretetlenek, azt mondja, ott Isten jelenlétében, Istennel beszélgetve, úgy ez mindig lekopik, úgy, mindez nem fontos már, hanem az a fontos, hogy Istennel vagyunk együtt, hogy valóban a munkatársai vagyunk, és hogy valóban ez a közösség egyre jobban épül. Énokról olvashatjuk, hogy akkor vette Isten magához Énokot, amikor Isten már nem tudott nála nélkül élni. Mert ez a közösség 300 éven át tartott egyre erősebben, erősebben és erősebben. Nekünk nem kell ilyen 300 év, nem is lesz már annyi, kevés az idő hátra, de akkor fog Isten magához venni minket, amikor engedjük, hogy így közelebb és közelebb vonjon magához, és már csak nem ő szeret minket mérhetetlenül, hanem mi is viszont szeretjük őt, és akkor el fog értünk jönni. Akkor megengedje az utolsó eseményeknek a lefolyását, és Jézus eljön, és ott leszünk vele folyamatosan, ahol állandóan láthatjuk, és a közössége és a közössége meg lesz mindannyiunknak. És akkor ott is munkatársak leszünk, de már egy egészen más közegbe. Ezt kívánom mindenkinek. Amen. Mennyei édes jó atyánk! Szokás szerint elcsendesedünk, amikor megszólítasz bennünket. És valóban azt mondjuk, hogy te egy hatalmas és jó Isten vagy. Köszönjük, Urunk, hogy neked olyan jó terved van a világ minden egyes emberével, egyedével, független attól, hogy milyen fajhoz tartozik, milyen nyelven beszél, kicsi vagy, idősebb már, te mindegyikünket szeretsz, és mindegyikünkhez van egy kulcsod a szívéhez. Urunk, olyan jó lenne, ha engednénk, hogy megnyisd a szívünket. Köszönjük neked azt, hogy prófétát is rendeltél, Ézsaiást is, és hogy amikor meglátott egy fénysugarat a te gyönyörűségedből, amikor nem csak azt látta meg, hogy te hatalmas vagy, hanem hogy milyen jó vagy, milyen igazságos vagy, hogy mennyire lenne, jó lenne olyan lenni, mint ő, mint te vagy, akkor megváltozott emberként kell föl. Segítsorunk, hogy így az igény keresztül, az imádságon keresztül részesüljünk mi is ebből a hatalmas kegyelemből, hogy újból és újból úgy álljunk föl, akár térdünkből, akár ülő helyzetünkből, hogy Urunk, itt vagyunk, és küldj el bennünket, hogy ne szégyenítsünk meg azzal, hogy ma sem mentünk el, és holnap sem megyünk el, mert nem tetszik a küldetésünk, vagy lehetetlennek tartjuk. Urunk, hiszük, hogy te oda fogsz küldeni, ahol már leomlottak a falak, szomjas szívekhez, és olyan emberekhez, akinek lehet, hogy csak be kell téged mutatni a magatartásunkon keresztül. Kérünk, segíts, hogy ilyenekké váljunk, hogy először a magatartásunk változzon, és utána pedig szívesen meghallgassák azt is, amit tanítunk, amit mondunk te rólad, mert élő Istennel vagyunk kapcsolatban. Köszönjük, Urunk, hogy arra is figyelmeztetsz, hogyha ez a kapcsolat él, akkor nagyon vigyázunk rá, mint egy törékeny virágra, mint egy legféltettebb becses tárgyra, hiszen nagyon hamar le tudjuk venni a szemünket. Könyörögve kérünk, hogy nehogy a világ szelleme, a gondolkodás módja, az, hogy valami jár nekünk, valamivel tehetségesek vagyunk, vagy nekem miért pont ez jutott, és a másiknak miért jobb, add Uram, hogy ezekkel ne tudjon az ellenség bennünket visszahúzni, és elvonni a te közeledből, segíts, hogy ne engedjük el a kezedet. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy sok mindennel megajándékoztál minket, attól, hogy mindig ki tudjuk mondani, hogy ez tőled van, az a te dicsőséged. És kérünk téged arra is, hogy add meg kegyelmedből, hogy az a nagyon szép ígéret, amit most idéztünk Ellen White írásából, hogy te, ha átadjuk életünket, és valóban szolgálni akarunk, és azt mondjuk a kérdésedre, hogy itt vagyunk, és küldjél el minket, akkor te napról napra közelebb vonz bennünket, a hétköznapi életünkben is, a munkáink során is, és megtisztítasz bennünket a világ gorombaságától,
attól a szeretetlenségtől, ami körbevesz minket, és elcsendesíted az életünket, békét adsz nekünk, és egyszerűen élvezet együtt lenni veled már itt, hogy aztán majd, amikor már nem tudunk nélküled élni, akkor magadhoz vegyél bennünket. Köszönjük, hogy bár idejét ennek nem tudjuk, de az esemény egyre jobban közeleg. Add meg kegyelmedből, hogy azok között legyünk, akik fölemeljük az orcánkat, gondolkodásban is, és fizikailag is. Jézus nevében kértük. Amen. Köszönjük szépen Jutkának a tanítást. Mindenkit szeretettel invitálok a közös ebédünkre, amit körülbelül egy fél óra múlva fogunk megejteni, és utána a 2 órától kezdődő délutáni istentiszteletünkre, és beszélgetés jellegű istentiszteletünkre is. Most énekeljük el akkor a záróénekünket, és utána hallgassuk meg a záróigét. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon békességet néked. Így tegyék az én nevemet Izrael fiaira, hogy én megáldjam őket. A lelki Izrael fiaira is. Amen. Amen.